Nagyon vacak idő van odakint, jó estét kívánok, özönvíz, jégeső, ne kockáztassanak, maradjanak a szobába és nézzék a tévét, jól fognak szórakozni. Ez a nap híre, és bemutatom a vendégeinket, akik az elkövetkező bő 40 percben gondoskodnak arról, hogy tényleg jól szórakozzanak. Itt van Bősz Anetta, liberálisok ügyvívője, Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter, és Murányi András, a zoom.hu hírigazgatója. Velük fogjuk kitárgyalni a mai nap történéseit. Nem az első témánk lesz, de a nap kérdését ebben a témában tettük föl. Biztos hallottak önök is a Ryanair botrányról, és ezzel kapcsolatban kérdeztük önöktől, kicsit eufemisztikusan nem neveztük meg a céget, de szerintem egy ország tudja, egy fapados légitársaság több egyszer hagyta itthon az utasok bőröngyét. Azt kérdeztük, hogy önök szerint kell-e lépnie a magyar államnak? Igen, fel kell lépni a multik ellen, ezt válaszolta a válaszadók 63%-a. Nem, majd a piac eldönti, tehát a piac szabályozza, hogy milyen magatartást tűr el és miért nem, így gondolja 37%. Majd amikor ideérünk, akkor ismét meg fogom mutatni a szavazás állását, lehet még szavazni. De az első témánk nem ez, hanem az, ahogy a bevezetőben mondtam, hogy tényleg mindenki megbolondult. Talán önök is tapasztalják, hogy egyre több a hétköznapi erőszak. Az emberek úgy ugranak viszonylag egyszerű dolgokra is, ami tulajdonképpen indokolhatatlan. Vajon ennek vannak társadalmi, szociológiai, esetleg politikai okai, vagy sem? Ilyen a világ, erről beszélgetünk az elkövetkező percekben. A hétvégén késsel támadt egy trolibuszvezetőre egy budapesti férfi Zuglóban. A sofőr a jobb karján sérült meg, közölte a budapesti rendőrfőkapitány Sega rendőrség honlapján. A 40 éves utas szombat délután a 14. kerületben, az Olof-Pálmás sétány és az Iccsi Mihály út kereszteződésében levő megállóban szóváltásba keveredett egy trolibusz vezetőjével. A sofőr ugyanis felszólította a járművön dohányzó férfit, hogy szálljon le. A támadó a vita hevében a nála levő késsel a sofőr felé szúrt, aki a jobb karján megsérült. Az erőszakos férfit őrizetbe vették, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Na, én adatokat nem fogok tudni mondani, tehát nincs olyan, hogy társadalmi erőszak index, csak érzéseink vannak. Ti hogy érzitek, neurotikusabb lett-e a társadalom? Nőtte az erőszak szint az elmúlt években? És hogyha igen, akkor vajon miért? De nem tudom, én határozottan úgy érzem, hogy igen. De nem! De nem! Nem. Én mondtad! Miért akarsz velem erről beszélgetni? Nem, bocsánat, figyelj! Nem, semmi. Tudom mit, akkor beszélj másokkal, jó? Engem nem érdekel. Hogy... az utóbbi időszakban azt vettem észre, hogy egyre több ember egyre nagyobb módon úgy, nem csak fizikailag, hanem ugye ez a nonverbális erőszak, ami időnként talán rosszabb is, mint a fizikai, bár nem tudom, hogy lehet a kettő között így egyenlőséget lehet tenni, vagy a kettőt lehet így elválasztani egymástól. De az biztos, hogy mondjuk az ember kinyit egy Facebook komment folyamot, vagy egy bármilyen közösségi platform média folyamat, egy újságnak a komment folyamát, kapásból, régen még legalább megvolt az íze valaminek, hogy tárgyaltunk egy témáról, pro és kontra, aztán a hatodik komment után jött, hogy te hülye vagy, te MSZP-s vagy, te fideszes, te gyökér vagy, te állat vagy, te nem tudom én mi vagy, és jöttek különböző származási kitételek. Most már kapásból ugrik mindenki mindenre, és nyilván most nagyon könnyű lenne rávetíteni az egészet arra, hogy van egy olyan kormány, amelyik nagyon szívesen szeret úgynevezett ilyen gyűlöletkampányokat folytatni, leegyszerűsített üzenekkel, bőr alá fecskezett injekciókkal, mindenkit egy presszió alatt tartani és gyakorlatilag hergelni bizonyos emberek és népcsoportok ellen, ez ugye meg is történik, tehát ez könnyű lenne azt mondani, de nyilván ez azért mélyebb és rétegzettebb dolog, tehát hogyha a szociológus is ülne itt, akkor azért könnyebb helyzetben lennénk. Na gyorsan megérkeztünk a politikához. Egyszerre van két dolog jelen, miközben majd később lesz témánk a rendőrségnek egy bizonyos dolga, közben a bűnügyi statisztikák, és egyébként sok minden más is azt igazolja, hogy jóval kevesebb bűncselekmény történik ma Magyarországon, mint akár 10 évvel ezelőtt is történt. Ugyanakkor pedig én is úgy érzem, hogy vagy az inger küszöbünk lett érzékenyebb ebben a kérdésben, de jóval többnek, jóval súlyosabbnak, jóval erősebbnek érezzük azokat az eseményeket és cselekményeket, amelyek itt megtörténnek, és amelyek elfogadhatatlanok. Én egyébként ennek a gyökerét, elnézést kérek, de 2006 környékére teszem, amikor a politika elfogadta, mitől támogatta azt, hogy az utcán lehet követ dobálni, az utcán lehet erőszakot elkövetni, hogyha egyébként az én pártomon teszed ezt.
ez egy olyan magatartás, ami bátorítólag hat a mai napig azokra az emberekre, akiknek egyébként az önkontroll hiánya, vagy éppen más ok miatt nincs meg az a belső ellenőrző rendszere, ami megakadályozná azt, hogy ilyeneket lépjenek. Bocsánat, ez nem 2002 inkább? Mert ugye 2002-ben, amikor a Fidesz elvesztette a választást 98 után, akkor volt magyar hírlap égetés, meg ilyen, akkor még liberális lehet, magyar hírlap égetés, meg egyebek, tehát ott már az emberek kint voltak az utcán, meg volt némi... A 2006 volt az, amikor erőszakos történet zajlott, amikor a roma családokat úgy és a roma embereket úgy lőtték le, hogy egyébként a politika résztvevői nem mondták azt, hogy álljunk meg emberek, amikor szabad volt egyébként molotov koktélozni, amikor sok minden más lehetett csinálni. Elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy ez pszichésen mindenféleképpen segítette azt, hogy felszabaduljon sok emberből az állat, elnézést kérek a kifejezésre. Bőszanett a nyugodt erő, aki ugye küzdősport bajnokként bármelyikünket összecsomagolna. De kiválta a sorát. Van, van ennek másik vetülete is, hogy túl azon, hogy kérdéses, hogy összecsomagolnék-e bárkit a stúdióban, vagy hogy szívesen tenném-e, de hogy azért van ennek még egy vetülete, és az az, hogy ahogyan növekszik a társadalmi feszültség, én azt hiszem, hogy abba rugunk bele, akit gyengébbnek vérünk, vagy legalábbis az emberek többsége. Nagyon érződik ez azon, amikor mondjuk egy biciklissel hogyan bánik például egy autós, hogy annak rendszeresen ilyen életmentő akciókat kell saját magán alkalmaznia, és bebújni mondjuk egy olyan sávba, ami akár nem is létezik, vagy elmenni éppen egy olyan parkoló autó irányába, ami nem fogja fellökni. Tehát szerintem ez nagyon félelmetes, vagy az, hogy tömegközlekedési járműveken nem is kell, hogy igazi súrlódás legyen ember és ember között, mert hogy onnan indultunk, hogy itt valaki dohányzott, ami nyilvánvalóan tilos, de hogy az, hogy rászólunk, hogy ne viselkedjen úgy, ahogy egyébként nem is lehet, és erre az a reakció, hogy én megkéselek valakit, egy bűncselekményt követek el, szerintem ilyet nem nagyon látunk. Az meg a másik kérdés, hogy érzékenyebbek vagyunk erre a mindennapi erőszakra, vagy a szóbeli erőszakra, valószínűleg jobban figyelünk rá. De abban egészen biztos vagyok, hogy András, amit például te mondtál, hogy amikor elbújhatok például egy ilyen arctalanság mögé, vagy egy ilyen nickname mögé, akkor a komment folyamban én sokkal agresszívabb vagyok, tehát hogy ebben van egy ilyen lappangó feszültség is, azt gondolom. Nagyon hamar megérkeztünk oda, hogy a kormányzati politikai kommunikáció tehet erről. Stopsoros kampány, migráció elleni kampány, és így tovább, és így tovább. És az jutott eszembe, hogy mondjuk Norvégiában is van Breivik, és ott mégsem Orbán Viktor kormányoz. Tehát, hogy összekapcsolható ez a... Igen, azért, mert hát ilyen a politika. Na jó, de Breivik, tehát, ahol a politika eltűri az utcai agressziót, ahol a politikának része az, hogy az emberek, nem tudom én, garázdálkodnak az utcákon, ott ez lesz a végeredmény. Norvégiában egyetlen egy politika erő nem volt. Sem Svédországban, amikor, tehát a skandináv államokban, amikor hasonló erőszakos cselekmények történtek, amelyik egyébként hallgatott volna, mint az a bizonyos a fű alatt. Mindenki határozottan és bátran azt mondta, hogy nem, hogy stop, hogy az erőszak ellen közösen kell föllépnünk. Én azt hiányolom a mai magyar politikából, hogy ez nem jelenik meg. Ez nem üzenet a társadalom felé. Márpedig tessék tudomásul venni, hogy emberből valókak vagyunk, sokfélék vagyunk, és nagyon sok emberből kijön az agresszió, ilyen-olyan formában. Nem mindegy, hogy a politika ezt tüzeli, így vagy van, csillapítja. Így van, ezt akartam csak aláhúzni. De egyébként nyilvánvalóan tüzeli, most nyilván nem, az egészet nem adjuk a Fidesz-KDNP kormányok nyakából, az igazságtalan volna. De ha minden nap azt hallod, mindenhol azt olvasod, hogy különféle emberek, népcsoportok jelenléte nem kívánatos, küzdeni kell ellene, ki kell zárni, gonosz ember, mert idejön és meg akarja erőszakolni a lányodat, és így tovább, ha minden nap ez van, sőt, hogyha van egy olyan politikus, aki házi állatokra vadászik, aki mondjuk nem tudom, balliberális körben mozog, és az valamilyen mód nem kívánatos tevékenységet csinál, majd egy perc múlva ott van a címlapokon a különböző megvásárolt kormánytermékekben, akkor már kapásból olyan hazugság áradatot olvashat vissza magáról, amelynek az alapjait nyugodtan lehet történelembe visszamenni, mondjuk a náci propaganda időszakában lehetett vélni felfedezni, hiszen akkor volt ez a tematika, vagy hát legutóbb ilyen erősen akkor nyilvánult meg az a tematika, amikor egy valamit nagyon erősen és nagyon keményen súlykoltak egészen addig, amíg az át nem megy a köztudatba. Tehát nyilván ennek van szerepe, de az egészet persze nem lehet a Fidesz-KDNP
egyébként nyakába varni. Annyit hadd mondjak még egyébként, ez nagyon érdekes, hogy rendszeresen, amikor megállok a zebra előtt, és udvariasan átengedem az embereket, akkor nem értem, hogy miért van az, hogy úgy néznek rám, mint egy gyilkosra, hogy így mutogatnak, meg ilyen fintorognak, meg egyéb arckifejezéseket vágnak, és egy idő kellett, amíg rájöttem arra, hogy azért, mert az előző 9 autós nem engedte őket át, gyűlt a frusztráció, és akkor én voltam az, aki ezt ki lehetett tölteni, én vagyok az autós másként, és hogy érdekedtem át őket. Én sokszor teszem föl magamnak azt a kérdést, és nem tudom rá az őszinte választ, mert nem kerültem abba a helyzetbe, hogyha én azon a trollin utazom, akkor mit csinálok utasként egy ilyen szituációban? Tudnélik, azért tetszik, nem tetszik, a kívülállónak is óriási felelőssége van. Én remélem, hogy bátran viselkednék, de nem tudom. És azt szeretném erősíteni, hogy nem szabad nyuszi módjára az ilyen helyzetben ellapulni, mert ez pont ezeket az embereket erősíti és bátorítja a későbbiekben is. Ez nagyon fontos. Azt az érzetet szerintem végletekig lecsillapították a magyar társadalomban, hogy nekem közöm van ahhoz, ha a másik összeesik, ha a másikat megtámadják, és én nem azt mondom, hogy várjuk el a kis nyugdíjastól, hogy kockáztassa szegény az életét azon a trollin, de azt viszont igen, hogyha van egy olyan politikai kultúra, amiben elszigetelek egy Breivik-féle embert, vagy egy kockakődobáló embert, vagy azt, aki ezeket felbújtja, akkor valószínűleg kialakul a hétköznapi életünkben az, hogy azon a trollin utazik egy közönség, aki egyébként ezt végignézi tétlenül, vagy közbeavatkozik, és ezen egyáltalán nem mindegy, hogy melyik pályán mozgunk. Csak azért, mert ugye a szociokulturális közeg az nagyon hasonló. Prágában most nem olyan régen volt hír, hogy egy villamoson vele kötöttek egy színes bőrű fiatalba páranc skinheadek. És megállt a villamos, az utasok, a rajta utazó civilek ledobták ezt a 2-3 kötözködőt, elnézést kértek ettől a diáktól, és ment tovább. Tehát egyszerűen kidobták maguk közül azt a hívást. És az volt a rossz érzésem, hogy ez Budapesten nem történne. Pedig csak 600 kilométerre van Prága. És nagyon hasonló. És ugyanúgy nem történik meg, mint ahogy az nem történik meg, hogy emlékezzünk közösen arra, hogy 10 éve dördültek el az első lövések, úgyhogy tudták, hogy cigány embereket ölnek meg emberek kisfalvakban, teljesen védtelenül. Tehát én azt hiszem, hogy ez valami egészen elképesztő rossz közeget teremt mindjárt számára. Na, menjünk tovább. A következő témánk az, hogy egy friss elképzelés szerint megszűnhet a rendőrök túlóra díja. Ez egyébként a rendőrök fizetésének nagyjából az egyharmadát teszi ki. Ki lesz így rendőr? Ezzel folytatjuk. A tervek szerint 2019 elejétől kezdve nem fizetik ki a rendőrségnél a túlórát, hanem szabadnapra átszámítva adják oda. Millióktól eshetnek el a rendőrök, akik emiatt tömegével távozhatnak egy blogpost szerint a testülettől, vette észre a HVG. Az utóbbi időszakban több területen is, mintha lopakodó megszorítást hajtana végre a kormány, jelentősen csökkentik a kafetéria lehetőségeit, emellett az új lakások áfáját is visszaemelik az alacsony 5%-ról a brutálisan magas 27%-os szintre. Vajon a választások után a Fidesz kormány visszavonja a korábbi választásokra vonatkozó nagyvonalú ígéreteit, vagy vajon a büdzsével kiköltekeztek a választásokra, most pedig jön a spórolás? Na, a rendőrök ügyével kezdjük, vagy általában ezzel a megszorító csomaggal. Ugye, mikor hozzon egy kormány ilyen intézkedéseket, hanem a ciklus elején? Tehát teljesen logikus, hogyha a Fidesz valahol spórolni akar, vagy szerinte pazarlóan bánó rendszereket megregulázni, akkor azt most kezdi el. Az ezzel a baj, most általánostól kezdem, hogyha egy területet kinevezek a spórolás egyik felületének, lásd az elmúlt 7-8 évben a Magyar Honvédséget, akkor olyan pusztulást idézek elő, amelyet a későbbiekben már egy ilyenfajta költségvetési növekvény, mint amit most megfogalmaztak, hogy x 10 milliárddal több lesz a pénz, sem fog kihúzni a bajból. Ha most a rendőrséget, amely egyébként úgy relatíve jól működik, azzal sújtjuk, hogy a benne dolgozóknak nem teremtünk perspektívát, nem teremtünk motivációt, elveszük tőlük a plusz munkáért járó javadalmazást, abban a pillanatban nem fognak erre a pályára menni, le fog rohadni a rendszer, megjegyzem, már most is a felé tendál, hiszen nagyon-nagyon kevés ember jelentkezik rendőrnek, nagyon-nagyon a középiskolákban, nagyon-nagyon a kevésbé erős érettségivel rendelkezők mennek oda, szumma-szummárum a rendszer fog legatyásodni, ami
aminek egyébként a közbiztonság látja majd a kárát, és az, amivel a kormány maga is büszkélkedik, hiszen lengeti a zászlót, hogy 8. legbiztonságosabb ország vagyunk földkerekén, és hogy ez mennyire nagyon jó dolog, na nem leszünk ott. Azt szeretném mondani, hogy maga a jelenlegi szabályozás az úgy néz ki, hogy ha a rendőrt rendkívüli helyzetben vezénylik valahova, akkor jár a túlóra, és ez a későbbiekben is így marad. Tehát most leszakad az ég, nem tudom én micsoda, akkor menni kell. Ha viszont tervezett túlóráról van szó, Anett itt mondta, hogy ő menni akar az egyik fesztiválra, na annak a környékén egészen biztosan több rendőr lesz, az tervezhető, hiszen lehet tudni, hogy hónap utántól kezdődik, és nem tudom én meddig tart, na azt a túlórát, amit korábban idáig kifizettek, azt akarják megvonni, és kiadni nekik szabadnapként. Hát meg, ha egy testületben létszámhiány van, akkor nem tudják másként ellátni a működést. Viszont, hogyha kiadják szabadnapként, akkor borzasztó nagy probléma van, mert a működésképességet veszélyeztetik. Az új rendőrfőkapitány a parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy ő nem szeretné, ha eltörölnék a túlmunka kifizetésének a lehetőségét. Nyilvánvalóan ismeri a rendszerét, és én azt gondolom, hogy a politikai stáb belátással lesz arra vonatkozóan, hogy ezt a rendszert nem kellene megváltoztatni, mert ők fogják rövid távon is már látni a kárát. Anett mosolygott közben, de miért? Igen, ugye, de pont egy olyan dolgon morfondíroztam, amin igazából nincs mit mosolyogni, és az az, hogy, mert persze igen, valóban említettem, hogy megyek a művészetek völgyébe, ez tény, és amúgy hogy tényleg az a helyzet, hogy bármilyen rendezvény lezajlik, ott nem lehet, nem hagy maga után kívánnivalót a magyar rendőrség. És én azt gondolom, hogy ez éppen úgy igaz a készenléti rendőrökre, amikor egy tüntetést biztosítanak, mint akkor, amikor valami villámcsődülethez oda vezényelnek csapatokat. Tehát azt gondolom, hogy egyébként egy jól működő rendőrségről lehúzni minden bört, és azt várni, hogy ide még fiatalok jöjjenek, én azt hiszem, hogy ez valami egészen elképesztő, különösen annak fényében, hogy állati drága a magyar adófizetőknek a magyar állam. Tehát nem azokon kellene spórolni, ahol tényleg, ahogyan miniszter úr is említette, hogy egyszerűen nem megy tovább, egy bizonyos forrás kivonás után elkezd pusztulni a rendőrség, nem csak a honvédség, a rendőrség is, és azt gondolom, hogy amikor annak szemtanúi vagyunk, hogy fölköltöznek Budapestre fiatal rendőrök, és az első fizetésük megkapása után hazaköltöznek, mert megijednek attól, hogy nem tudják eltartani magukat, akkor ezt nem lehet kockáztatni. Megjegyzem, 17% az, amit elfoglal a központi költségvetésből az állam finanszírozása. Tehát én azt hiszem, hogy amikor ennyire túlfinanszírozzuk a magyar államot, akkor azoktól a testületektől megvonni a pénzt, amik létszükségletei egy társadalom működésének, szerintem egészen abszolút. Jelzi egy ilyen intézkedés egy miniszter erejét? Arra gondolok, hogy Pintér Sándort én egy erős miniszternek gondolom. Bizalmi ember. Ha az ő tárcájától elvesznek pénzt, akkor mit reméljenek a többiek? Azért van egy kis ellentmondás, ugye Anett említette, hogy az államapparátusnak a működése, vagy működtetése az mekkora pénzeken, milyen drága a magyar állam. Ha megnézzük a jelenlegi költségvetést, akkor azt látjuk, hogy igazából 3 olyan terület van, amelyikre fókuszál a kormány. Nem azt mondom, hogy stratégiai döntéseket hozott, mert a kormány stratégiai döntéseket legfeljebb, tudom, sportban igyekezett hozni, azokat is rosszul. Ugye van az állam fenntartása, arra jut jelentős plusz forrás. A rendvédelmi szervek, vagy határvédelem, tehát rendvédelmi feladatok, maradjunk annyiban. Tehát itt az első ellentmondás, hogy elvileg, nem tudom, rendőrségre, katonaságra, hogyha most egyszerűsítjük, akkor jóval több pénz áll rendelkezésre, mint korábban, de lehet, hogy ez elmegy eszközpark vételre, stb. És a harmadik pedig ez a sport, kultúra és egyéb területek. Ezek iszonyatos pénzeket oktatásról, meg egyebekről most nem is beszéltem, amelyek még hangsúlyosak, egészségügyről most még nem is beszéltem, azok megint ott vannak a szégyenpadon. De ez a három, ez jelentősen meg van erősítve. Miért? Tehát nyilván a rendvédelmi kiadásokat azért kell fokozni, mert a pártunk és kormányunk azt mondja, hogy továbbra is jönnek a migránsok, és mindent meg kell erősíteni, és egyébként is mi vagyunk az, aki megóvja a kereszténység utolsó bástyájaként itt áll a második Európában. Én ezt értem. Viszont akkor óriási ellentmondás, hogy hova tűnnek azok a pénzek, amelyeket többletforrásként a költségvetésben megjelentettek a rendvédelmi kiadásokra. Elvileg nyilván, eszközt vásárolnak rajta. Eszközt, meg autókat, ugye egyebeket, ez abszolút rendben van, mert nyilván ugye a parkot mindig korszerűsíteni kell. Na de hogyha egy rendőrtől elveszed a pénzt, és ugye a törvény azt mondja ki, hogy egy héten, ha plusz túlórád van, akkor is 48 órát dolgozhatsz, tehát 40 órát dolgozhatsz, mint minden rendes magyar munkavállaló, plusz 8 óra, ugye az a túlóra, amit ki kéne fizetni, ezt adnák ki, ugye szabad.
pillanatban, akkor az embernek az az érzése, hogy valamire nagyon elfolyik a pénz, miközben az a terület, amelyik egyébként is létszámhiányos, tehát folyamatosan lépnek ki a rendőrségtől, folyamatosak a leszerelések, azokra nem jut plusz pénz. Nem tudom, hogy ezt miként kívánja megoldani a jelenlegi kormány, de valami giga ellentmondás van ebben, a 100%. Igen, és ráadásul arról sosem feledkezhet meg a mindenkori gazdaságstratégiai tervező, vagy az, aki összerak egy költségvetést, ráadásul úgy, hogy ilyen hatalmi gőggel, mint aminek az elmúlt néhány hétben szemtanúi lehettünk, mondjuk ellenzéki képviselőként. Én magam a költségvetési bizottságban ráadásul, hogy egyetlen konstruktív javaslat sem volt befogadva a kormánypárti képviselők részéről. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy azt mindig figyelembe kell venni, amikor a magángazdaságban egyébként van béremelkedés, és látványos a béremelkedés, tehát ezeknek a fiataloknak van alternatívája egy átképzés után, arról nem beszélve, hogy el tudnak menni, akár egyetlen határ választja el őket egy sokkal jobb fizetési kategóriától, és egy olyan élettől, ahol egyébként békében élhetnek, és ugyanezt a hivatást választhatják, csak nem a saját hazájukat szolgálják. Na, ezt mindjárt megkérdezzük, hogy miniszter úr, hogy látja, hogy mennyire versenyképes, vagy mennyire piacképes egy rendőr, vagy egy volt katona a piacon? Mennyire könnyen tudnak ők elhelyezkedni máshol? Ma most rendőrnek és katonának azok jelentkeznek jobbára, akik a munkaerőpiacon másutt nem találnak maguknak helyet. Jellemző, hogy a rendőrtiszti középiskolákban 2,8 érettségi átlaggal jelentkeznek a fiatalok. Tehát olyanok, akiknek másutt nincsen perspektívája. Tehát nem az elit megy rendőrnek. Nem az elit megy rendőrnek. Komoly beiskolázási problémáik vannak egyébként a rendőrtiszti főiskolán is. Ez mindenféleképpen jelzi azt, hogy a közszférában, különösen egyébként a rendészeti szerveknél a béreket magasabbra kell tudni emelni, különben kiürül a pálya, és nem lesz elég jelentkező. Pintér Sándor, visszatérve egy mondat erejéig erre a kérdésre, egészen biztosan tudja, látja. Ő egy nagy tapasztalatú, dörzsölt és ténylegesen integrálódott totálisan a kormányzati rendszerbe. Azt kell tudni, hogy nincs az a pénz, amit a rendőrség el ne tudna költeni. Azaz lehet, hogy egy picivel többet kap, de nem kaphat annyit soha, mint amennyit maga szeretne. Éppen ezért ez egy olyan játszma, amelyet ő nagy-nagy befolyása ellenére sem tud megnyerni a költségvetési vitákban. Menjünk tovább, bár lenne még miről beszélni rendőrség témakörben is. Szeretném megmutatni önöknek és a vendégeknek a napmondatát. A napmondata Varga Mihályhoz kapcsolódik. És azt mondta a nemzetgazdasági miniszter, hogy természetesen azzal is tisztában kell lenni, hogy az a nyugodt időszak, amely 305-315 forint között tartotta a forint árfolyamát, no, az véget ért. Érdekelne a véleményetek erről a miniszteri mondatról. Tehát egyrészt ez lehet egy önmagát beteljesítő jóslat. Tehát amikor a nemzetgazdasági miniszter azt mondja, hogy nem lesz már soha erős a forintunk, vagy legalábbis belátható időn belül nem, azt a piac be fogja árazni. De lehet egy nagyon őszinte, egy nagyon bölcs politikusi megnyilvánulás, legyünk tisztában azzal, hogy nem érdemes várni azt, hogy néhány héten belül megint erősödjön az árfolyam. Hát akkor innentől kezdve azt kéne megmagyarázni a kormánypárti politikusoknak, hogy miért tervezték az ő általuk technikai árfolyamnak nevezett 311 forintos euróval a költségvetést. Lehet, hogy nem beszéltek erre... Vargával. Lehet, hogy Vargával nem beszéltek, de mondjuk az ellenzék különböző képviselőivel lett volna alkalmuk többször is szóba állni, mert hogy a költségvetési vita kezdetekor sem volt már igaz a 311 forintos euró, tehát valami egészen elképesztő zavar van ráadásul szerintem a kormánypárti politikusok körében ez ügyben. Megjegyzem, hogy Varga Mihály nagyon sokszor mutatkozik jóval őszintébbnek, mint úgy általánosságban véve Orbán Viktor miniszterei, úgyhogy hát sőt, tartok hát attól, hogy... az egyenes beszédben, mert róla jogod, de ő mondta azt, hogy ha rajta múlik, teljesen más számokat írok a költségvetésben. Ugye meg lehet sem őszintem, hogy jó, nyilván azért sok érdeknek kell megfelelni, tehát ezt is bele lehet képzelni, de azt is, hogy ott egy pénzügyminiszter, és akkor megmondják nekik, hogy melyek a sarokszámok és hogyan. Ő nem egy politikai duhaj, és nyilvánvalóan a szavait nem úgy bigyezti az ajkára, hogy egyébként ne gondolná át. Ő pontosan tudta, hogy ezzel gyakorlatilag legitimizálja a forint árfolyamának csökkenését, és az, hogy az euró innentől kezdve drágább, és gyakorlatilag elismeri vagy legitimizálja azt, amit a Nemzeti Bank tesz, vagy nem tesz
a forint árfolyamának a stabilizálásáért és a kezeléséért. Hát hogyha Varga Mihály azt mondja, hogy bizony-bizony arra kell készülni, hogy több is lesz ez, mint korábban volt, akkor több lesz, ez egy önbeteljesítő, ezt a piac beárazza. Ennek megfelelően arra kell készülni, hogy nem csak a tejára, azt láttuk itt a híradó végén, nem csak a tejára fog emelkedni. Egyébként én nem tudok attól elvonatkoztatni, nyilván nem ők közgazdász, komplexen kell értelmezni ezt a kérdést, tehát abban nem tudok belemenni, de attól nem tudok elvonatkoztatni, hogy akárhány szakértővel beszélünk, vagy akár milyen szakértőnek hallom a konklúzióját, mindig megjelenik benne az az elem, hogy a magas euróárfolyam az nagyon jót tesz a költségvetésnek. Nagyon szép kis plusz forrásokhoz jutatja a költségvetést. Igen, miközben azt látjuk, hogy az MNB így integet. Most jöhetnék a demagóg például, hogy nem tudom, Bajnai Gordon hány font, vagy hány svájci frankos árfolyam, vagy euróárfolyam alatt állt a kormányt 2010-ben, de nyilván nem mondom el. Igen, csak hogy vajon a politika, most az ellenzéki politikára gondolok, mert nyilván a kormánypolitikának nem érdeke, de meg tudja-e értetni az emberekkel, hogy mondjuk egy 10%-os forint gyengülés az minden ember vagyonának a 10%-ának az elvesztését jelenti. Ugyanis a vagyonunk, a házunk, ingatlanunk, ingóságunk azok forintban vannak, miközben a világgazdaság az mondjuk euró alapú vagy dollár alapú. Tehát mindent, amit nekünk meg kell venni a világpiacon, azért valutát fizetünk. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor hagyják elértéktelenedni a forintot, akkor mindenkinek a házából, a telkéből, a lakásából, a kocsijából 10%-ot lecsippentenek. Prima, nem akarsz elmenni politikus, vagy ellenzéki politikus? De hogy egyedül te artikulált a normális olyan kicsi tud fájni, és ez nem fáj, hogy elinflálják azt a vagyonkát, amink van. Dehogy nem fáj, és én nagyon sokszor hivatkoztam arra, hogy egyébként ezt korrigálandó mindenféle szociális transferekre hivatkozik a kormány, vagy arra, hogy ha már a tejnél tartunk, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját azért kell 5%-ra csökkenteni, mert egyébként igen, a magyar társadalomnak alapvetően is nagyon fáj ez a 10%, nem beszélve azokról, akik a leszakadó rétegekből érkeznek, és a tej, a kenyér és azok a tényleg a mindennapi élelmiszerek is problémát okoznak már lassan, tehát valóban erről van szó. Mert hogy ezért van 400 fölött a benzin, és hogyha a benzin drága, abszolút, akkor minden drága, mert a közlekedés, a szállítás, tehát ez megérkezik mindenhez. Lehet egy kormányzati stratégia az, hogy elinflálni azt a béremelést, azt a juttatást, amit egyébként a kormány a választás előtt és azóta is viszonylag bőkezően szétnyomott nyugdíjasoknak, és a többi, és a többi. Nem baj, hogyha többet fizetnek. Igazán konfliktus akkor lesz, hogyha az általános fogyasztási eszközök és fogyasztási cikkek, élelmiszerek ára rában jelenik meg ez a fajta árfolyam növekedés, mert abban a pillanatban fogja érezni a saját zsebében. A vagyonára vonatkoztatott értékcsökkenést az ember nem nagyon érti, én magam se érzékeli. Azt, hogy többet kell fizetni innen a zsebemből, azt már igen. Igen, mindaddig, és ez különböző, amíg nem akarom eladni, nincs jelentősége. Igen, és ez különböző áfa és adótörvényekkel egyszerűen elkezdik megmozgatni, és egészen addig játszanak, ameddig legalább ez az alapvető jószágkosár valamilyen módon tartja magát. És bocsánat, csak még egy gondolat, hogy azért az a jegybank, amelyik képes volt egy olyan tanulmányt kiadni a napokban, amely az egész költségvetés tervezésére, tehát a komplett 2019-es év költségvetésére hatással van, az a jegybank teszi föl így a kezét, és nem nyúl a jegybanki alapkamathoz. Kvázi nyakig benne van abban, hogy mi történik a forint árfolyamával. Menjünk tovább, mert kicsit megcsúsztunk az idővel. Nem csak mi csúsztunk meg, hanem azok az utasok is, akiknek a bőröngye itt maradt a Ferihegyi repülőtéren. Elmentek nyaralni, ők ott vannak, csak a cuccuk nincs. Ezzel folytatjuk. Integet a pilóta a felszállás előtt a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem volt ilyen önfelett a hangulat vasárnap a Kanári-szigetekre tartó járat indulásakor. Már a repülő mellett álltak az utasok, amikor a Ryanair légitársaság munkatársa közölte velük, a gép túl súlyos, ezért leszedik a csomagokat. A mai napon fognak küldeni Stansteadből egy mentesítő gépet, ami vagy ma éjjel, vagy holnap a pontjászokat el fogja vinni Las Palmasra, jó?
Végül az utasok 15 percet kaptak arra, hogy a bőröndökből a legfontosabb holmikat kivegyék. Voltak, akik azonnal pakolni kezdtek. Sokan azonban nem vették ilyen könnyedén az incidenst. Nagyjából 50-en kiabálva leszálltak a repülőgépről és elállták az útját. Nem akarták ugyanis hagyni, hogy csomagjuk nélkül szálljon fel a gép. Végül a reptér biztonsági emberei és a rendőrök vetettek véget az akciónak. Mások egyszerűen úgy döntöttek, fel sem szállnak a repülőre. A légiközlekedési szakértő szerint a túlsúlyos gép gyakori eset. Különösen azért, mert a Kanári-szigetekre majdnem 4000 kilométeres távolságot tesz meg a repülő, ezért sok kerozinra van szüksége, ami szintén nagy súlyterhelést jelent. Az ír légitársaságnak pedig nincs nagyobb repülője, mint a Boeing 737-es. Na, van-e ezzel baj? Mármint olyan szempontból kérdezem, tehát, hogy annyi mindent az emberek torkán le lehetett tuszkolni. Tehát most már nem lehet felvinni kézitáskát, a családokat szétültetik, hogyha nem fizetünk külön. És így tovább, a bőröndöt se viszi kell, az embert még igen. Lehet, hogy eljutunk oda, hogy megveszük a jegyet, de senkit nem visznek el. Tehát ez egyfajta. De erre, tehát még a kommentek között is azt látom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy tudomásul kell venni, ezért olcsó a repülőjegy. Ezért tudok 9900 forintért elrepülni Szófiába, mert ilyenek a körülmények. Lehet venni drága jegyet, ahol lehet vinni bőröndöt, meg el is viszik a csomagot. De hát könyörgöm. Hát, van ezzel baj? Hát, olcsó húsnak híga lehet. Stop Ryanair mindenek, stop Wizzair, meg nem tudom micsoda, stop. Hát álljon már meg a menet. Tehát itt van egy nem tudom milyen szabályzat, az ember megrendeli a jegyet, fizet különböző szolgáltatásokért, elsőbségi, bőrönt, stb. Ezeket folyamatosan x-elik, folyamatosan kifizeti az ember, többe kerül már, mint a repülőjegy. Nyilván nem a repülőjegy értékesítésből élnek ezek a vállalatok, hanem a plusz huncutságokból, meg amit még a fedélzeten eladnak. Tehát ezeket az emberek kifizetik. Most könyörgöm, a betonon döbben rá a kapitány, hogy hoppá, nem érünk el ennyi kerozinnal oda, mert hogy túl súlyos. Miről beszélünk? Hogy engedhették meg, hogy ennyi súly fölmenjen a gépre, amikor annak már a földön el kellett volna dőlnie? És könyörgöm, 2018 van. Hát most miről beszélnek? De 1957-ben lennék, akkor azt mondom, hogy jaj, Istenem, hát most mi lesz, tényleg le fogok esni. De 2018-ban, tehát itt világos, hogy arról szól a történet, a fapados járatoknál és itt a Ryanair-nél, hogy valamilyen módon minél több pénzt és minél optimálisabb módozatokat kívánnak legombolni az emberekről azért, hogy az ő profitjuk és túlélésük rendben legyen. Miközben az utasok bemennek Ferihegyre, már be se tudok akkora... Nyilván ez már ugye a Ferihegyi repülőtérnek a problémája is, akkor a sorokban állnak, egyáltalán bejutnak a check-in pultig, hogy közben hát nem tudom. Hát meg az egész hangára. Igen, elolvasnak egy egész könyvet, meg közben nem tudom, 88-at telefonál. Jó, tehát ez a egész kérdés vicces. Az, hogy mennyire zavarja ez az utazóközönséget, ez az eset nagyon. Most nyilván nagyon, de egyébként tömve vannak ezek a gépek. Tehát az emberek elfogadják, hogy ez az ára annak, hogy kevés pénzből tudjak utazni. Az a kérdés, hogy mikor lendülünk át oda, hogy az utas biztonság megkérdőjeleződik, és egyébként vannak nyugat-európaiak. Egyébként megjegyzem, hogy az utolsó pillanatban akkor ezt valószínűleg észrevették, hogy ez már az utasok biztonságára menne, hogyha a csomag és a kerozin is elmenne, de én is azt gondolom, hogy teljes vicc. És a Budapest Berlin járaton, amelyik rendesen ott nem tűnt föl, tehát hagyjuk már ezt. Igen, mert ugye itt azt mondták, hogy nyaralni az emberek sokkal nagyobb motyóval. Tehát Berlinbe elmész egy kézitáskával, de ide meg bőröm. Mennek a Kanári-szigetekre nyaralni. Azt a felismerés tényleg. De ez a lényeg, hogy ugye ilyenkor nem az a megoldás, hogy stop Ryanair, meg stop Wizzair, hanem az, hogy én azt gondolom, hogy nem a stop, hanem az, hogy azt tudjuk, hogy a piacgazdaságnak két nagyon fontos velejárója van. Az egyik, hogy akkor működik jól, hogyha van benne jó fogyasztóvédelem, a másik meg, hogyha a szakszervezetek erősek. Mert az egyik az védi azt a szerencsétlen pilótát, hogy ne éhbérért foglalkoztassák meg ne a halálán legyen, amikor felszáll a gépre és más utasokat kell elvinni, meg a másik meg védi azt a szegény 50 embert, akit most villámtüntetés kell, hogy nem amikor liberális politikus a szabályozás fontosságáról beszélt. De hát ez valami fontos, mert ugye ez azért nagyon fontos, mert ugye ez valóban így van, hogy nem működik el nélkül. Engem nagyon fölidegesít, amikor ilyenkor azt mondjuk, hogy a piac megoldja, mert ez a szabályozás.
változatlan piacnak a következménye. A kérdéséhez, hogy van-e ezzel dolga az államnak? Tehát, azt mondom, hogy leégeti egész egyszerűen a nagy intézményrendszereket, meg azt, hogy a társadalom szervezőnek ebbe van felelőssége. Olyan hogy kormányunk az ember... van, amelyik az energiaszolgáltatók orrára koppint, amikor azok szemtelenül sokat kérnének, nem kérnek egyébként, de ők úgy gondolnák, hogy sokat kérnének azért. A bankokira, és így tovább, és így tovább. Tehát tudjuk, ez végigment, menjenek ki kereskedelmi láncok, mert itt semmi keresni valóki. Ezt miért nézik tétlenül? Szóval én azt mondtam, amikor a hírt elolvastam, hogy én úgy izgulok, hogy itt a kárvallott utasok között legyen már valami Fidesz korifeus, aki szintén kárvallott volt, és a ruhája az egy nappal később ért oda. Kedves miniszter, látja ahogy... maga előtt azt a Fidesz korifeust, aki a kis Burberry bőröngyét maga mögött a Patek Filip órájával a kezén felszáll a fapadosra? Akkor kisebb fajta beosztásra gondolom. Kisebb fajta beosztásra gondolom. VIP váró bizniszosztály. Szóval ténylegesen arra gondolok, hogy abban a pillanatban, mihelyett az ő személyi vagy gazdasági érdekeikbe ütközik ez a dolog, abban a pillanatban az állam majd serénykedik itt rendet tenni. Megjegyzem, ha az államot ennyire finanszírozzuk, mint ahogy az imént beszéltünk róla, akkor igazán beleférne az, hogy a közlekedési hatóság ezt is vizsgálja, ezt is nézze. Nem az utas biztonság oldaláról közelítem meg elsősorban, hanem onnan, mert az evidencia, hanem onnan, hogy egy szerződés arról szól, amikor jegyet veszek, hogy én és a bőröndöm meghatározzák, hogy 23 és 30 kiló, nem tudom én mennyi. És abban az esetben őneki ezt vinnie kell. Én ezt penetránsnak, elfogadhatatlannak tartom, és ugyanolyan kiszolgáltatott vagyok, vagy annak érzem magam, mint nagyon sok másút, és az államnak ezért van kötelezettsége ezzel kapcsolatban. Na, hagyjunk még néhány percet Hrutka Jánosnak, a remek labdarúgónak, aki az Indexnek a hétvégén arról beszélt, hogy aki kritizálni meri a magyar futballt, az ellenséggé válik. De miért? Nagyon őszinte interjút adott a Ferencváros egykori hátvédje, a 21 válogatottságig jutó német és magyar bajnok Hrutka János az Indexnek. A labdarúgó szerint Magyarországon a játékosok jóval több pénzt keresnek annál, mint amilyen szintet képviselnek. A sportvezetők kiválasztásánál pedig inkább a kapcsolatok és a lojalitás számít, nem a teljesítmény és a szakértelem. Aki pedig kritizálni meri a vezetést, az ellenségnek tekintik és megbélyegzik. Idézem, van egy miniszterelnökünk, aki élhal a fociért, de vannak olyan dolgok is a magyar futballunkban, amelyek nem megfelelő irányba mennek. Soha ennyi pénz nem volt a magyar fociban, mint most, és ezért joggal zavarhatja az embereket, hogy a focink nem előre, hanem visszafelé halad, fogalmazott Hrutka János. Igaza van-e Hrutkának? Abszolút. Így szól a kérdés, ugye Anett aktív sportoló, András aktív sportújságíró volt. Sőt, hadd áruljak egy titkot, Hrutka János 13 éves kora óta ismerem. Futballoztunk a Ferencvárosban, az MTK-ban, és serdülő és ifjú válogatott keretek összetartásain, és meg annyiszor találkoztunk. És de utóbbi... tényleg így van, amit mondtál, hogy ha kritizálni mersz, ez nem csak pontosan, a sportról szól egyébként. Pontosan, amit Hrutka János alias Rudi itt ebben az Index interjúban felsorolt, az pontról pontra így van. Úgyhogy ha a rokonokat ide tennénk, vagy belehelyettesítenénk, akkor tökéletes képet kapnánk a magyar futballról. Itt ugyanaz a struktúra működik, mint nem tudom, 10, 20, 30, 40 éve. Sokkal több pénzt öntenek bele, de azzal nem kalkuláltak, arra nem született mesterterv, még az MLS-ben sem, ahol mindenféle kacifántos ötletekkel igyekeztek felvirágoztatni a labdarúgást, hogy hogyan lehet ezt a struktúrát megváltoztatni, a közeket megváltoztatni, hogy teljesítmény hatékony legyen, hogy megfelelő szakemberek legyenek benne, hogy az utánpótlás képzés az legalább minimálisan hasonlítson kisebb országok, mint például Horvátország utánpótlás képzésére, ahol teljesítmény alapú, kiválasztás alapú és egyéb alapú ez a történet. De itt valami fajta miniszterelnöki, meg MLS elnöki fantazmagóriának kell megfelelni, ami arról szól, hogy ha több pénzt adunk, akkor majd biztos jobban fog futni a játékos, meg jobban csinálja a folyosónyitást, meg a jobban gyakorolja, jobban hajtja végre a pressziót. Nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy ezek a rokonok, akiket említettem az imént, ezek a Pista bácsik, Béla bácsik, stb. Ezek ugyanígy itt vannak a magyar futballban, ugyanúgy lefogják ezt a közeget, és azok az emberek, mint például Hrutka János, aki tudásával, nyelvismeretével, műveltségével és egyébével hozzá tudna tenni a magyar futballhoz, ők körön kívül vannak. Megjegyzem, Hrutka Rudi ezt egész normális és
is higgadtan tudta elmondani ezt a véleményét, tekintettel arra, hogy ő nem ebből él, nem a magyar futballból él. Nézzünk meg magyar futball élő embereket, akik a magyar futballról beszélnek. Nem, nincs kritikus hang, Orbán Viktor megmondja és kész. Én szerintem ahova a politika beteszi a lábát, a sportban ott nagyon komoly bajokat tud okozni, a fociban is. A focinál én alapvetően mindenki ért hozzá, így én is. Alapvetően a legnagyobb problémának az átláthatatlan finanszírozást tartom. A TAO pénzek gyakorlatilag nem teljesítményhez, nem eredményhez mennek, hanem személyekhez dedikált, a miniszterelnökhöz, az APEC elnökhöz, az ipari miniszterhez, az kapja gyakorlatilag a zsét, és utána ő pedig, mint ilyen szabad kassa, ezt kezeli. Ahol ennyire torzul a finanszírozás, ott a teljesítmény követelmények, azok nem érvényesíthetőek. Én nekem nagyon nagy csalódás, hogy Csányi Sándor, aki egyébként hát hatalmas nagy rendszereket menedzsel kiválóan, és pontosan tudja azt, hogy mi az, amit egyébként csak kicsit kell megpiszkálni, mi az, amit gyökerestől fel kell forgatni ahhoz, hogy működőképes legyen, nem képes arra, vagy éppen nem engedik neki, hogy ezt az átláthatatlan dzsuvát rendbe rakja. Másodperceink vannak, zárszó, hát Anett. Hogyha a piacról keresnék meg a focistáink ezt, tehát lenne kereslet a magyar focira, nem konganának a stadionok, nem kizárólag az állami pénzektől függenének, akkor nem is lenne zavaró az, hogy ennyire túl vannak fizetve, akkor azt mondanám, hogy szponzori pénzek, Istenem, hát hülyeségre költötték, de hogy az adófizetőknek az ellopott pénzét, hát ez... Vélezítő. Behívnék ebbe a beszélgetésbe még egy kiváló sportújságírót, Rónai Egont, mert hogy ő ül az Egyenes Beszél stúdiójában. Hát volt egy olyan korszak az én életemben is, mint Andráséban. Abban is kiváló voltál, ez így pontos a mondat. Figyelünk rá, Egon. Na, akkor azért elmondom, mi lesz az Egyenes Beszélben. Kivételesen ma sport nem, de csütörtökön majd igen, mert ott lesz egy nagyon érdekes tanulmány, de hát az még olyan messze, hogy azt most nem fogom elmondani önöknek. Elmondom viszont, hogy Lendvai Ildikóval és Vágó Istvánnal kezdünk. Az MSZP és a DK politikusa felé az a kérdésem sok minden egyéb mellett, hogy van-e értelme az ellenzéknek bent ülni a parlamentben akkor, amikor megy a törvénygyár, de a világon semmiben nem veszik figyelembe azt, amit mondanak ők, és amit képviselnek, mint egy 3 millió ember érdekében. Aztán várom Varga Dam Andreát. Megkérdem majd a Jobbik politikusától, hogy az 50 milliós bundagyűjteménye mi a helyzet. Aztán az ápolási díjról és a kilakoltatásokról is beszélünk majd, hogy valami fontos is szóba kerüljön. Tudják, az 50 milliós bundagyűjtemény ez egy mostani friss találmánya a kormánypárti sajtónak. Bárdos Juditot várom, utána ő a rendőrszakszervezet vezetője, a rendőrök tömeges leszereléséről, meg a túlmunka ki nem fizetéséről, hanem szabadságként kiadásáról szól a fáma. A rendőrök fel vannak állítólag háborodva, a BM cáfol, de nem teljesen, nem egyértelműen, úgyhogy van itt miről beszélni. És aztán várom Demeter Mártont, aki egyetemi oktató, egészen pontosan docens, és ő írt egy Facebook bejegyzést arról, hogy a saját példáján bemutathatja, hogy hogyan szúrnak ki az egyetemi vezetők a fiatal kutatókkal, fiatal tanárokkal egyrészt, másrészt, hogy miért mennek az emberek el Magyarországról, hogyha bekerülnek az egyetemi vagy akadémiai világba. Ez is egy érdekes és igen időszerű téma. A kontrában pedig Duró Dórát várjuk, aki ugye egy új pártnak az egyik vezetője, egész pontosan elnök helyettese, és ez az új párt, ez rögtön azzal kezdené, hogy népszavazásra bocsájtana, hogy lépjenek ki Magyarország az Európai Unióból, és felveti a kérdést, hogy érdemes lenne a halálbüntetést bevezetni, illetve visszavezetni a sorkatonaságot. Itt is van bőven téma. Hárman fogjuk kérdezni, ő pedig nyilván állja majd a sarat fél 9 magasságában. Szóval mindjárt Egyenes Beszéd 7 órától. Köszönöm szépen, és köszönöm Bülsz Annettnek, Juhász Ferencnek és Murányi Andrásnak, hogy az elöntött városon keresztül elúsztak hozzánk, hogy ebben a beszélgetésben részt vegyenek, és önöknek meg köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszontlátásra!